erőszak hullám söpört végig Németországban az elmúlt hetekben. Több késes támadás történt, amelyek többségét migrációs hátterű merénylők követték el. A berlini kormány csaknem 10 évvel a migrációs válság berobbanása után úgy döntött, szigorít migrációs politikáján. Szeptember közepétől fél évre minden határára kiterjeszti az ellenőrzést. Célja a migráció visszaszorítása és az iszlamista szélsőségek kiszűrése. Elemzővel folytatjuk. Köszönöm szépen, Palóz Andi vezető elemző. Szeretettel köszöntöm, tisztelettel. Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket. Hát itt nagyon beindult valami. Olyan érzésem van, hogy itt most Németországról beszélek, igen, majd hogy milyen hozadéka lesz a többi uniós tagállamra, nem tudom, de sejtem. Gyakorlatilag majdnem 2 nap alatt, nem is mennék, 1,5 nap alatt több dolog történt én szerintem, mint az elmúlt 9 évben migráns ügyben. Ön hogy látja? Hallgatva itt a felvezetőt, igazából nem vitatkozva, de azért kiegészíteném egy-két dologgal. A német politika azért fordult ekkorát, mert a választók tartományi szinten gyakorlatilag sárga lapot, vagy narancssárga lapot, majdnem piros lapot mutattak a szövetségi kormányzatnak, és annak a migrációs politikának, amelyet a német politika elit képviselt az elmúlt szűk 10 esztendőben. Lényegében az AfD-t mind a két tartományban jelentősen megerősítették, ugye az egyik tartományban nyertek, és ez azt üzeni, hogy Németországban a választók nem kérnek abból a migrációs politikából, és ha visszamegyünk, akkor az EP választásnak is az egyik tanulsága a németeknél, nem kérnek abból a migrációs politikából, amit képviselt a német politika elit, és hirtelen, ahogy ön is fogalmaz, itt 1-2 nap alatt, hogy nem, mégiscsak lehet kicsit talán pörgősebben reagálni az élet eseményére. Ez azért van, mert érzi a német politika, hogy egy szorításban van. Most már eredményeket kéne felmutatni, mert tartatatlan az állapot, ami például az utcákon jellemző a németeknél. Honnan indultunk? Most nem akarok a legelejéről, mert ilyesztesz, amikor azt mondta a német külügyminiszter Annalena Baerbock, hogy őt nem érdekli, hogy mit mondanak a választópolgárok. Hát most 2 tartományban gyakorlatilag akkora pofont kaptak, hogy gyakorlatilag még most is legyezgetik őket a padlóra. Tűnőgyéből a 2 koalíciós pártot, ott megkapták a piros lapot, mert Szoki haza van, de amit szeretnék idézni, a Szövetségi Alkotmánybíróság volt elnöke, egy kiváló bíró, azt mondja, ha az ország biztonságáról, Németországról beszél természetesen, és rendjéről van szó, akkor az EU jog a német jog fölé kerül, és azt mondja, és ki kell mondani, Németországnak a joga az, hogy eldöntse, hogy ki lép be Németországba, és ki nem. Ha itt tartunk, akkor engedje meg, hogy kiegészítsem, ez mindig az, de ha itt tartunk, akkor ki kell mondani, hogy Magyarország 2015 óta így érvel a brüsszeli vitákban. Tehát, hogy akkor most tulajdonképpen a németek azt állítják ezzel az érveléssel, hogy Magyarországnak 2015 óta igaza van a migrációs vitákban, a migrációról, az illegális bevándorlással kapcsolatos intézkedésekről való, mondjuk úgy, hogy hát gyakorlatilag történelmi összecsapásban, ami a brüsszeli elitet és a magyar politikát érinti. És láthatjuk, hogy lényegében egyre több olyan politikai erőt látunk, aki, hát hogyha nem utólag azt mondja, hogy a magyaroknak mégiscsak igazuk volt, még ha nem is direkt mondják ezt ki, de az érvelésükben az jelenik meg, amit a magyar kormány képvisel 9 éve migrációs vitában Brüsszelben. Tudja, mi a borzasztó ebben? Hogy itt az elmúlt 9 évben, 2015 óta a magyar kormány ugyanezt mondja, amit most a németek kezdenek közelíteni. Most kimondták a németek azt is, hogy kérem tisztelettel, a migráció az káros a biztonságra, veszélyezteti a biztonságot. Németországban a németek már nem érzik otthon magukat. Hát könyörgöm, ezt mondják az utcán. Idáig viták voltak az Európai Parlamentben, a különböző tanácsüléseken. Igen. Amikor az állami és kormányfők találkoztak, vita. Gyakorlatilag nem történt semmi lényeges. A Frontex azt mondta, hogy vigyázni kell a határ, még jobban, leírták kész. Most szörnyű tragédiák után, amikor késelések vannak, gyakorlatilag egymást érik, emberek halnak meg, vétlen emberek. A választók, német választók 2 tartományban elmondták, hogy na most ebből elég van, akkor kezd eszmélni a német szövetségi politika. Sajnos ez többször ilyen a politikában, hogy olyan választók, akik mondjuk úgy, hogy nem mindig tudták becsatornázni a, mondjuk úgy, az ellenvéleményüket
akkor nem feltétlenül hallgattattak meg, és Németországban ez volt, hogy nem figyeltek oda azokra a választókra eddig, akik a migrációval kapcsolatban kritikusok voltak. Most pedig, amikor ez hirtelen átbillen, és hogy ön is itt utalt rá a kérdésében, amikor úgy tűnik, hogy már ez átbillen, és gyakorlatilag nem tartható fel az a politikai rend, ami korábban volt németeknél, és be kell látni, hogy kudarc volt a migrációval kapcsolatos eddigi hozzáállás, akkor hirtelen muszáj váltaniuk, mert az elit most már attól tart a németeknél, hozzáteszem zárójelben kiterjesztve, kicsit ugyanez igaz a brüsszeli politikára, hogy adott esetben nem tudják ezt már fönntartani, és elküldik őket majd a következő választáson. Ugye, az jövőre lesz. Németországban így van. Papír, hivatalosan papírlapot. Így van. A Németországban ugye ez egy nagy kérdés, hogy hogyan alakul, és ugye nem kell messzire mennünk, egy másik német nyelvterületen, Ausztriában meg lesz most választás, még ez idei évben, és ott is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan alakul. Egyre inkább úgy tűnik amúgy, hogy ebből a szempontból fordulni látszik, mondjuk úgy, a széljárás és a migrációval kapcsolatban kritikus politikai erők egyre inkább erősödnek Európában. Az, hogy a német szövetségi belügyminiszter úgy döntött, hogy fél évre visszaállítják valamennyi határon, Németország, akármelyik ország, mindenhol visszaállítják a határellenőrzést. Persze idéntől, ezt jelentették Brüsszelnek, jó, ez a metódus, de ezzel a schengeni szabadrendszer kapott egy hatalmas pofont, még a fél évre is, bár nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Az osztrákok azt mondták, hogy hozzá aztán biztos nem fognak visszahozni egyetlen visszatolódott németet sem. Hova fognak kerülni azok a migránsok, akiket Németország nem fog beengedni? Nagyon jó helyen kapizsgál, mert ez lesz a következő konfliktus pont az egészben, hogy most, hogy hirtelen belátják, hogy arra több tízzer vagy százzer ellenőrizetre érkezett ember, akivel kapcsolatban problémák merülnek föl Németországban, amikor megnézik, honnan jöttek, hát nyilván Németországban már sok esetben Ausztria irányából érkeztek. Na de hát, hogy Ausztria azt mondja, hogy nem szeretné visszafele ezt eljátszani, akkor elindul a nyomozás, hogy honnan indultak, és majd elindul egy ilyen adok-kapok az országok között itt az EU-n belül. Nyilvánvaló, hogy teljesen igazságtalan lenne az a helyzet is, hogyha azt mondták, hogy csak és kizárólag az ország felérte, ahova először érkeztek meg az EU-n belül, hiszen láttuk, hogy Németország sokáig azt mondta, hogy a migrációs háttérű emberek bárhova mehetnek az EU-n belül, és leginkább jöhetnek hozzájuk is, ugye az egész Willkommens kultúra erről szólt. Ugye most arról van szó, hogy egy politikai felelősséget kell vállalni a németeknek azért, mert politikai értelemben ők hívták meg, ők küldték a meghívót 2015-ben a legtöbb migránsnak, éppen ezért most kérdés lesz, hogy ezt hogyan sikerül elsimítani. Ugyanakkor a németek azt is mondják, hogy meg kell erősíteni, nyilván ez a fél éves határellenőrzés már az előszobája lehet, meg kell erősíteni az unió külső határát. Hát jó reggelt kívánok, vagy jó napot, vagy jó estét, vagy kellemes hajnalt. Hát most 2024 végén esett le a kavics. Ugye szokás mondani, más témában a befektetéseknél a legjobb pillanat az tegnap lett volna, de még ma sincs késő. Én azt gondolom, hogy persze ön joggal állíthatja, hogy valóban ezzel elcsúsztunk, vagy hát legalábbis látjuk, hogy a probléma itt van, de még most is azt gondolom, hogy még mindig jobb gondolat most gondolkodni az EU külső határainak a megerősítésén, mintha elfednénk az egész problémát. Mi a schengeni határon, itt a határfelítésre védjük az unió határát. Ez, hogy Németország visszaállítja fél évre határellenőrzést, és valamennyi határán, milyen hatással lehet ránk magyarokra? Én azt gondolom, hogy fokozódni fog a nyomás, hiszen nyilvánvaló, így ebből a szempontból a Németország helyett akkor megpróbálnak más úton, módon érkezni a migrációs háttérek, illetőleg nyilvánvaló, hogyha oda nem tudnak menni, akkor indulnak visszafele, egy kettős nyomás érkezhet Magyarországra. Én aggódom a felől, hogy Magyarországon még nagyobb lesz fizikai értelemben is a nyomás a határokon, ezért is lesz egy nagy kihívás a következő időszak. Meg fogjuk látni, Palóc Andri, hálásan köszönöm. Köszönöm a meghívást.